Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legkínosabb filmes táncjelenetet hoztuk el nektek. I've been practicing. Practicing what? Some dance moves. One and two and twirly 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 and one and like two that. And you're still Finger. Getting it wrong. Why do you guys move so fast? I could probably show you better than I could tell you. Oh, no. I wouldn't know what to do. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban olyan filmeket mutatunk be, melyek olyan furcsa táncos képsorokat tartalmaznak, melyektől még minket is elkapott a szekunder szégyen. 10. Tánc tippek randira. A randi guru. Dance is the one thing I'm not worried about. Ebben a furcsa, romantikus vígjátékban Albert Brenneman útmutatást kér Alex Hitchens randevútási szakértőtől abban a reményben, hogy elnyeri Allegra Cole érdeklődését. Miközben végigmegyünk a tanácsokon, felmerül természetesen a tánc témája is, és ez egy eléggé fájó jelenetet eredményez. Bár Hitch kezdetben ellenzi a táncot, de minden lehetséges helyzetre fel akar készülni. Generally I have a firm no dancing policy, but if she asks, you cannot say no. Kevin James karaktere nem aggódik a tánc miatt, és úgy gondolja, hogy megkérdőjelezhető tánclépéseivel simán megnyerheti magának a kiszemeltjét. Show me what you mean by you're not worried about it. Trust me. Peace up. Yeah. A-town. Will Smith karakterének reakciójából ítélve talán valami olyasmire gondolhat, hogy te szentséges, atya úristen. Don't ever do that again. 9. Tengerparti táncrituálé. Step Up 4. Forradalom. A Step Up franchise 4. részében van egy igazán különös jelenet. Sean Esza és Emily Anderson eléggé állatias udvarlási rituáléhoz hasonlító táncot lejtenek a parton, mellyel kölcsönös csodálatukat fejezik ki egymás iránt. Sean azzal kezdi az egészet, hogy azt mondja a lánynak, hogy körbe kell őt táncolnia, csak hogy jól nézzen ki. Don't you know how this works? I hold a drink in my hand. You dance around me, make me look good. Azonban a lány szándékosan zavarba hozza a fiút az érdekes mozdulataival. A levegőbe öklözés után Sean inkább úgy dönt, hogy most ő jön és bemutatja a break tudását. Még játékosan egy kis homokot is fúj a lány arcába. Milyen romantikus, ugye? Igen. Emilynek végtére is tetszik a dolog, és tovább folytatják a kis táncrituáléjukat. Végezetül a szenvedélyes jelenet egy semmiből előkerülő zuhany alatt ér véget, és hát a homokban való fetrengés után erre a két szereplőnek elég nagy szüksége is volt. Nyolcadik. Jump. Igazából szerelem. So here's one for our ass-kicking Prime Minister. I think he'll enjoy this. A golden oldie for a golden oldie. A karácsonyi témájú romcom egyik fénypontja, amikor Hugh Grant a Pointer Sisters Jump című számára elkezdi riszálni. Miután kiállt a meggyőződései mellett, és egy kicsit helyre rakta a Billy Bob Thornton által játszott amerikai elnököt, egy brit rádióadó méltatja éppen a miniszterelnök nemes cselekedetét. Szerintünk ez a jelenet nem igényelt különösebb koreográfust, hiszen az egész egy kis csípő rángásból, ide-oda mutogatásból és hátrafelé lépcsőzésből áll. És az interjúkból kiderült, hogy még maga Hugh Grant sem élvezte a jelenet forgatását, sőt, abszolút pokolnak írta le. Terrific. Thanks so much. 7. Pompom őrület. Hajrá, csajok! A híres Pompom vígjáték franchise 2000-ben indult el ezzel a darabbal, melynek nyitó jelenete nem éppen egy mestermű. Megismerjük a Rancho Karn Gimnázium Pompom csapatát, a Toroszt, és kiderül, hogy új csapatkapitányt keresnek a csapat élére. Bár a csapat tánc és akrobatikai készségeiben nem tudunk belekötni, viszont a szöveg, amit letolnak közben, hát az eléggé kellemetlen. I want it. A szám alatt megválasztják a Kirsten Dunst által alakított Torrance Shipment az új csapatkapitánynak, viszont az ugrás után mesztelenül érkezik a közönség elé. Torrance szerencséjére kiderül, hogy mindez csak egy rossz álom volt, de inkább az előadás miatt volt rossz, nem pedig a mesztelenség miatt.
Hatodik, lassított küzdelem, lovagregény. Why don't you show us all a dance of your country? Show us a dance of Gelderland. A tehetséges néhai Heath Ledger főszereplésével és Brian Helgeland rendezésével készült lovagregény nagy reményekre adhatott okot. Bár a 14. században játszódik, ez a középkori film kicsit félrecsúszott a zene és a koreográfia terén. Amikor Athamar gróf azt kéri, hogy William Thatcher mutasson be egy hagyományos táncot hazájából, a férfi spontán kitalál valamit. Well, you should bow. Thatcher koreográfiája felkelti Lady Jocelyn és még nagyon sok másik ember figyelmét is. Végül többen is csatlakoznak a rendkívül lassú tánchoz, és furcsa módon mindenki tökéletesen tudja az éppen fél percesre kitalált tánc lépéseket. Ha a koreográfia nem lenne elég, akkor a sajátos darab felénél a zene a középkori dallamról átvált David Bowie 70-es évekbeli Golden Year című slágerére. Eleinte eléggé úgy tűnt, hogy ez a jelenet egy nagyon vicces valami lesz, de az egész inkább egy hatalmas, zavarbejtő zagyvaság lett. 5. Az ikonikus twist. Ponyvaregény. Now I wanna dance, I wanna win, I want that trophy. So dance good. A neo-noir rajongó Quentin Tarantino által rendezett krimi elég ijesztő témákat dolgoz fel, és ezek közül az egyik Uma Thurman és John Travolta tánca. A film egy pontjában a Travolta által játszott Vincent Vega feladata az, hogy vigyázzon és szórakoztassa főnöke feleségét, Mia Wallace-t. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Vega eleinte kicsit tétovázik, amikor Thurman karaktere azt parancsolja neki, hogy vegyenek részt egy twist táncversenyen. Végül beleegyezik és mindketten színpadra lépnek az 1950-es évek témájú étteremben. Bár John Travolta már bizonyított két korábbi táncos szerepben is, nevezetesen a Grease-ben és a Szombatesti Lázban, itt azért bőven visszafogta a tánctudását. Igaz, itt a karaktere elvileg kevésbé laza a korábbi szerepeihez képest, de ez a koreográfia azért eléggé elcsavarta a fejünket. Negyedik, Zac Efron a golfpályán. High School Musical 2. Ebben a drámai jelenetben a Zac Efron által játszott Troy Bolton éppen az idegességét és a dühösségét vezeti le egy zenés jelenet közben. Everybody's always talking at me. Everybody's trying to get in my head. Miután megtudta, hogy a személyzet nem léphet fel a műsorban, és szakított barátnőjével Gabriellával, Troy eléggé feldúlt. Dühösen végigpásztáz egy golfpályán, miközben a Betoni című számot énekli. Nem csak, hogy a tánctudása szinte egyenértékű a golf tudásával, de az egész jelenet úgy hat, mint amikor egy kisgyerek nem kapja meg a kívánt játékát, és morcos lesz. Mintha maga a golf nem lenne amúgy is eléggé idegörlő, de képzeld el azt a szituációt, hogy éppen játszol, gurítanál, miközben hirtelen türelmesen végig kell várnod, hogy Zac Efron végig dühöngjön a pályádon. Hol van ilyenkor egy fűrelépni tilos tábla? Hol? 3. Krámplingolás. Hajrá csajok, mindent bele! Guys, violence never solves anything! Chill, we're cramping. A listánkon ez a film kapta a legalacsonyabb Rotten Tomatoes értékelést, így az elvárásaink is sokkal alacsonyabbak voltak, és még Hayden Panettiere krámplingolása sem dobott a mércén. Britney Helen éppen iskolát váltott, és kissé kétségbe esetten próbál beilleszkedni az új középiskolájában. A Crenshaw Heights harcosok egyik próbáján a gyakorlott pompomlány egy vadonatúj táncstílusra bukkan a fiúk által. Miután semmi nem gátolja abban, hogy kipróbálja ezt az agresszív, levegőbe verekedős technikát, Britney belemerül a táncba a srácokkal. Bár az sem semmi, ahogyan rávették arra, hogy táncoljon, de maga a tánc még inkább kiábrándító. Habár elismerésre méltó, hogy kipróbál egy ismeretlen rutint, de a koordinálatlan lüktetéseit és kegyetlen erőlködéseit eléggé fájó nézni. Második, szavaz Pedróra, nevetséges Napóleon. Bár John Heder tánca ebből a vígjátékból ikonikussá vált, inkább a jópofaságáért és nem a technikájáért dicséri. I used to pump my faith and worship, but then my chance to get to heaven
amikor barátja Pedro Sánchez elindul a diákelnöki választáson, Napóleon segít neki a kampányban, viszont nem tudjuk eldönteni, hogy Pedro beszéde vagy Napóleon kabaré jelenete a kínosabb. Miután Pedro bármiféle lelkesedés nélkül próbálja meggyőzni az iskolatársait, hogy ő a megfelelő jelölt, barátja megpróbálja megmenteni a helyzetet. Napóleon a bőrcsizmájával és a szavaz Pedróra feliratú pólójával megpróbálja menteni a menthetőt a táncával, majd kínosan kirohan a színpadról. Míg a közönség rajta és nem bele nevetett, az igazsága a jelenet mögött az, hogy a filmkészítők egyszerűen hagyták, hogy a színész azt tegyen, amit csak akar ebben a kiszámíthatatlan, szabad stílusú táncban, és ő pontosan így is tett. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a parkett pókja. Pókember 3. Now dig on this. Peter Parker talán hálót lő ki a csuklójából, de a jazz kezei ebben az esetben nem igazán lenyűgözőek. A harmadik részben Parker elviszi Gwen Stacy-t egy jazz klubba, ahol korábbi barátnője Mary Jane Watson dolgozik. És mi a legjobb módja annak, hogy féltékenyíted az exedet? Természetesen az, hogy egy kínos táncot lejtesz egy másik lányjal előtte. This is for you. Elcseni valaki martiniát, aztán a csilláron hintázik. Nézzétek csak meg Kirsten Dunst arckifejezését. Mindent elárul. Majd Peter végig siklik a padlón egy cékkel, és rádobja a kabátját Mary Jane-re. Ezután a kínos produkció után abszolút úgy gondoljuk, hogy Pókember póköztöne nem igazán hat ki a nyilvános önmegaláztatás eseteire. Ti ismertek még hasonló táncokat filmekből? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!